Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Marvel Teóriák csatorna. Mostában sokat gondolkodtam azon, hogy milyen képregényes tartalmat csináljak, ugye lóg a levegőbe a képregény univerzum időrendje, amit egy nagy videónak tervezek, szóval azt majd szépen normálisan akarom megcsinálni. Viszont eszembe jutott az, hogy a térfúzióról nem igazán sokat beszéltünk, és talán jobb lenne megközelíteni azt a képregényekből, azaz ugye az a világok összeütközése. Szerintem ez egy egyértelműen releváns téma. Jelenleg az MCU-ba is emiatt fognak összeérni a szálak, elég csak a Doctor Strange 2 végére gondolni. Nos, de mit kell tudni a világok ütközéséről a képregény világban? Az összes alternatív univerzumot fenyegetik az inkurzióknak hívott események, ez a mai térfúzió név, a különböző idősíkok földszerű bolygói egymásba csapódnak, és egész univerzumokba hozzák el a világ végét. Ez tehát a definíció, és de szerintem ezt, akik így jártasak és megnézték a Doctor Strange 2-t, azt valószínűleg tudják. De menjünk bele egy picit a képregényes történetbe. Az elit szuperhős szervezete, az Illuminátusokat, amik itt a Fekete Párduc, Doctor Strange, Namor, Torpedo, Mr. Fantastic, Vasember, Fekete Villám és Besta, ők a világ legnagyobb tudós elméjét alkotják. A csoportosulás meg akarja akadályozni a saját földjük és a teljes univerzumok inkurzióját, azaz térfúzióját, ennek érdekében pedig készek elpusztítani más alternatív létségek földszerű bolygóit. Az első föld, ami most ebben az esetben az Illuminátus földje, és az 1610-es föld megállíthatatlanul száguld egymás felé, és úgy tűnik az összeütközésük elkerülhetetlen. Az űrbéli siárok azt hiszik, az első föld elpusztulásával megakadályozhatják otthonuk és a Marvel univerzum más bolygóinak pusztulását. A bosszállók rövid úton visszaferik a siárok föld elleni támadását, de tragikus módon hiába tesznek mindent az első föld és az 1610-es föld. Szinte egyforma szuperhősei, semmi sem akadályozhatja meg a világok összeütközését. A két föld kozmikus léptékű robbanása bekövetkezik, amely elpusztítja mindkét bolygót. Egy valaki mégis hasznot húz a bolygók térfúziójából, az pedig nem más, mint Fátum Doki, aki összegyűjti ezeknek a maradványait. A mindenható űrlények és túlontúliak erejét felhasználva összefércezi belülük a csatavilágot, ami később a titkos háborúhoz vezet. Szóval igen, talán ez fog történni a Doctor Strange 3-ban. Ugyanis a második rész konkrétan ezzel ért véget, és a harmadik vezetheti fel a hírek szerint a bosszállók filmeket hasonló megoldással. És ugye tudjuk, hogy a titkos háborúk az a csatavilágon játszódnak, és hát ezért is sokan kérdezik, hogy Fátum Doki mikor jön. Kíváncsi vagyok, mert egyébként jelen pillanatban úgy néz ki, hogy e felé tartunk. Mindenesetre nem volt ez egy hosszú videó, ezek ilyen rövidebb videók, de szerintem ez egy érdekes dolog volt, és azért is gondoltam, hogy a térfúziót hozom el, mert releváns, ahogy láthatjuk, eléggé egybevág a mai a mai MCU-nak a történéseivel, szóval kíváncsi vagyok, hogy mennyire fogják a képregényeket lemásolni. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk, sziasztok!